Április 12-e a Felvidékről kitelepítettek emléknapja. 1947-ben ezen a napon kezdődött a szlovákiai magyar lakosság Felvidékről való kitelepítése. A Kecskés László Társaság minden évben eseményt szervez az állampolgárságuktól, közösségüktől, vagyonuktól megfosztott, szülőföldjükről elűzött, mintegy 100 000 magyar emlékére. A koronavírus járvány miatt, ahogy tavaly, idén is elmaradt a rendezvény. A Kecskés László Társaság fontosnak tartja a következő generáció, a fiatalok oktatását. Nekünk mindig nagyon fájdalmas, amikor olyan szavakat hallunk még Komáromban is, hogy jönnek a szlovákok, itt vannak a Tesco-ban, elfoglalják a munkahelyet, a szlovákok. Mindig is ezt kértem, és minden fiatalokkal történő beszélgetésben, rendezvényeken, hogy ismerjék meg a Felvidéken élő őslakos magyarokat, és mindjárt megértik, hogy mi a helyes szóválasztás. Honfitársam, túloldalra szakadt magyar fiatal, tehát ezeket a fogalmakat sajnos a történelem órákon nem tanítják nekik. Még él olyan generáció, akik gyerekként vagy fiatal felnőttként élték át ezt a tragikus időszakot. A felvidéki magyarságnak pedig évtizedekkel később is küzdenie kellett a jogaiért. A kettős állampolgárság megtiltása, a magyar nyelvhasználat korlátozása mind a magyarság létszámának csökkenését eredményezte a Felvidéken. Mi annyit tudunk tenni kis civil szervezetként, hogy ápoljuk a kapcsolatokat az odálti civil szervezetekkel, együttesen próbálunk olyan rendezvényeket tartani, ami vonza a fiatalokat is. Terbe vettünk olyan animációs vagy egyéb filmfeldolgozásokat, amelyek bemutatják az elmúlt 100 évet a magyarság szemszögéből. Idén sem emlékezhetünk közösen a tragikus eseményre, azonban a Kecskés László Társaság néhány tagja április 12-én megkoszorúzza a monostori erődben található emlékhelyet, mely a nemrég elhunyt Nagy János szobrász alkotása.